Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Azt mondják rólunk, hogy mi magyar emberek nagyon-nagyon félünk ezektől az emberektől, pedig csak jót akarnak nekünk. Ez a fajta fájdalom, ami jelentkezik, hát általában éjszaka szokott jelentkezni, és általában a hétvégi napokon, és amikor oda megyünk hozzájuk, a rendelőbe állítólag elmúlik, hát főleg a fura hangja állítólag ezen rengeteget segít, meg az embereknek néha-néha a jajveszékelése, és tényleg őket egyfajta mumusként tartják, pozitív mumusként természetesen számon, főleg a magyar emberek azt mondják, igen, ők a fogorvosok, és a mai beszélgetésekben egy olyan fogorvost hívtam én meg, aki kicsit másfajta módon, különlegesebb módon közelíti meg az embereket, illetve az emberek fogazatát, illetve annak gyógyítását. Vendégem itt a fehérvári beszélgetésekben dr. Szoboszlai István. Szia, köszöntelek téged! Szervusz. Először is a kérdés adódik, hogy miért pont fogorvos lett, hogy volt a családban orvos, vagy te ilyen külön álló eset vagy, aki mondjuk egyetlen orvosként szerepel a családban? Én egyetlen orvosként szerepelek a családban. Azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a hivatása, sorsa, életfeladata. Ez egy segítő élet, ha egy kicsit más szemszögből nézzük. Az a dolgom, az a feladatom, hogy másokon segítsek. Nehéz dolog mindig alázatosnak lenni. Talán ez a legnehezebb, az alázat. Hiszen teljesen mindegy, hogy ki a másik oldalon lévő, a székben ülő ember. Néha nehéz, még ha nem is szimpatikus. Természetesen az emberek, ha fájdalmaik vannak, akkor idegesek, nyűgösek, a tolerancia küszöbök jóval alacsonyabb. Ezért a részemről, vagy a kollégáim részéről rendkívül nagy türelmet, empátiát és felkészültséget igényel. Erről beszélünk majd később, az empátiáról, illetve az embernek a lelkéről, fontos ez nálad a te életedben és a gyógyításban, amit végzel. Voltál kint a Írországban, ugye jó pár évet kint töltöttél. Mi volt a fő, hogy kimentél Írországba? A kalandvágy késztetett, hogy megismerd az ottani mondjuk ellátórendszert, az ottani különböző fogászati gyógyítási szokásokat, vagy a kalandvágy, vagy így mindösszesen? Én nagyon-nagyon lokálpatrióta vagyok, aki nagyon szívesen ül a kertjében, beszélget, és nem megy sehova. Én a végtelenség el tudok üldögélni. Viszont az élet hozott lehetőséget, nem is egyet, több külföldi lehetőség adódott más-más országokba, és aztán úgy adódott, hogy elkerültem Írországba, megtetszett az ottani légkör, és kitaláltam, hogy kalandozzak egyet, a családnak is jót tenne, a gyerekeimnek is, mi lenne, ha külföldi iskolába járnának, óvodába, iskolába, mennyire jó lenne, aztán mégis hazatértem, így alakultak a körülmények. Ugye magyarok szerepelnek folyamatosan nyilván az EU-s felmérésekben, általában mindegyik felmérésben nagyon-nagyon negatívan szerepelünk, nem beszélünk nyelveket, nem vagyunk vendégszeretőek, szinte már miattunk tört ki az Etna, szóval minden rossz miattunk van ezekben a felmérésekben, amiket pont ezért kell, azt gondolom, hogy nagyon nagy fenntartásokkal kezelni, mert szerintem a helyzet azért ennél sokkal, de sokkal pozitívabb. Viszont ezekben a felmérésekben, akár magyar, akár külföldi, egyértelműen azt mondják, hogy a magyar emberek fogazatának állapota az kritikus. Te mit tapasztalsz? Össze is tudod hasonlítani ezeket, ugye mondjuk az ír emberekével, vagy abban a régióban élőkével, hogy tényleg ennyire rossz a helyzet, vagy azért nem annyira rossz? Szerintem nem annyira rossz a helyzetünk. Teljesen más az elmúlt 20-25 év háttere természetesen. Ennek ellenére, hogy rosszabb helyzetből indultunk, rosszabb ellátottságból, én azt hiszem, hogy az itteni szellemi tőke, de már a fogorvosás terén azt kell, hogy mondjam, hogy az anyagi tőke is sokkal magasabb szinten áll, mint mondjuk Írországban vagy Nagy-Britanniában. Nem véletlenül mennek magyar fogorvosok vagy közép-európai fogorvosok Írországba, Nagy-Britanniába, és ott nagyon jól tudnak érvényesülni, hiszen az ottani ellátás, a páciensekkel való kapcsolat teljesen más. Mások az emberek, máshoz vannak szoktatva. Itt nálunk az alapellátás, ami jár az embereknek, sokkal szélesebb körű, illetve meggyőződésem, hogy az átlagos felkészültsége a magyar fogorvosoknak sokkal jobb, mint a kintieké. Kint is vannak rendkívül jó szakemberek, viszont ők szinte megfizethetetlenek, még az ottaniak számára is, tehát szűk rétegnek
megfizethető, ezért is rendkívül népszerűek a magyar fogorvosok. Szinte brand név lett az, hogy magyar fogorvos. Ezt jó hallani. Egyébként akkor te is tudsz arra nyilatkozni, és hallottad is nyilván, hogy Magyarországon nagyon sokszor szidják az egészségügyet, hogy ilyen meg olyan. Én hallottam orvosoktól, nem csak fogorvosoktól, akik mondjuk másfajta területen praktizálnak, akik voltak Amerikában, Angliában, hogy higgyük el, hogy a magyar egészségügyi ellátó rendszernél bármilyen, hát barátságosabb nagyon nem létezik széles a világon. Ez így van valójában? Ebben benne van a néplélek, benne van a múlt, a történelmünk. Erre csak egy apró történetet tudok mondani. Egy nagyon fontos momentum volt az egyetemi létemnek egy kedves gyakorlatvezetőm, egy hölgy, aki praktizáló fogorvos volt, rengeteg német páciense volt, és én azért hát bizony 25 éve végeztem, vagy 22 éve, de ez 25 éve történt, és elmondta, hogy hogyan szerezte a német pacientúráját. És beesett hozzá egy német turista, nyáron, forróságban alig találtak fogorvost. És a beavatkozás közben elájult a páciens. És ahogy magához térítették, a doktornő megkérdezte tőle, hogy kér egy kávét, és hogy hány cukorral kéri. És ez annyira megtetszett ennek a páciensnek, hogy nemhogy kávét kérnek tőle, megkérdezik, hogy hány cukorral, hogy igen. Visszajárt ide, rengeteg más pácienst hozott, és ő rendkívül meg van elégedve, és meg volt elégedve ezzel a mentalitással. Mi ezzel a magyar lélekkel, ezzel a nagy keveredett etnikumú magyar lélekkel teljesen mások vagyunk, mint a messzi északon, tényleg hidegek, tehát az időjáráshoz alkalmazkodtak, az emberek nem érnek egymáshoz, tehát mi egy déli nép vagyunk. Nekem volt egy norvég professzorom, ő azt mondta, hogy ti messze délen, mert hogy ő Bergenből jött, Norvégiából, és Bergen és Budapest olyan távol van, mint Budapest és Szicília, és akkora különbség van az emberi mentalitás között, és a egymáshoz érés, a egymás közötti viszonyok között, mint például a magyarok és a szicíliaiak között. Érdekes dolog, ez meg jó hallani egyébként. Nyilván ugye fogorvosként rengeteg fogbetegséggel, rengetegféle fajta lelkületű emberrel találkozom, és beszéljünk mondjuk a magyar emberek fogainak az állapota kapcsán arról, hogy mik a leggyakoribb olyan betegségek, amik a magyar emberek fogazatát sújtják, hogy szépen fogalmazzam meg. Tehát azok a legfontosabbak, top 3 vagy top 5, nem tudom, van-e ilyen, amivel azért mindig találkozol? Az ügyeletekben én nagyon sokat ügyeltem itt Székesfehérváron. Szinte nincs olyan ünnepnap, amin én ügyeltem volna. Az jó. Az mint kezdő fogorvos. Igen. Akkor nem volt más lehetőség, ez átvállaltam az idősebbektől sok ügyeletet. Hát a hirtelen fogfájások. Tehát a legnagyobb probléma az, amikor már egy kicsit elhanyagolt az adott fog, és begyullad, fáj, megdagad, érintésre is fáj. Ezek általában délutára, estére fájnak ezt igazán. Mondtam, igen, a kedves nézőknek a beköszönésben, hogy hétvégén és főleg éjszaka szokott igen. fájni. Hát ezek az ügyeletek olyanok voltak, hogy mondjuk reggel 7 órától 8 óráig, 9 óráig voltak nagyon sokan, illetve este 7-től voltak nagyon sokan. De mi az ok, hogy mondjuk éjszaka, azt meg is szerettem volna tőled kérdezni, mi az ok annak, hogy éjszaka kezd elfájni, vagy az esti órákban a fogunk, hogy ennek van valami magyarázata? Igen, vagy? Igen. Tehát van? Két oka van. Tehát az egyrészt, hogy az emberek hajlamosak, hogy jaj, most erre nincs időm, most egy kicsit fájó, de most ez a dolgom, ezt csinálom, azt csinálom, fontosabb dolgaik is vannak. És amint leül, megnyugszik, elcsendesedne, hát egyből felerősödik a fájdalom. De figyel. Igen. A másik pedig van a szervezetnek egy természetes bioritmusa, például a dietetikusok ezt nagyon jól tudják, hogy mikor szabad enni szénhidrátot, mikor szabad fehérjét enni, attól függ, mi a cél, hogy most hízni szeretnénk, fogyni szeretnénk, igen. izmot szeretnénk építeni, ez rendkívül fontos. Ugyanígy a fájdalomnak, a gyulladásnak is van ritmusa, és egész egyszerűen a délután 5-7 óra az, amikor a gennyes gyulladások felerősödnek. Na most azért fáj annyira a fogfájás, a gyulladás, hiszen egy zárt tér van, gyulladás van, folyadékképződés van, és a folyadék, mint olyan összenyomhatatlan, egyre jobban feszít, és az ott lévő idegvégződéseket ingerli. Talán a Dustin Hoffmannak volt a Maraton életre halálra című filmemben a dr. Mengele úgy kínoszta a fogával. Tehát, hogy tényleg pokoli fájdalmakat lehet átélni. Nem véletlenül rettegtek már a középkorban is olyan metszetek és művészeti alkotások születtek, amin hát rettegnek a fogorvostól. Hiszen ez
Mondjuk akkor érthető volt, hiszen egy fájdalomcsillapítás, akkor még gyermek cipőben sem jár talán, most azért hát nagyon kivételezett helyzetben vagyunk. Igen, tehát az alkohol vagyunk. És a lekötözés, lefogás igen. volt az, amivel tudtak élni. Manapság már nagyon sok fajta érzéstelenítőszer létezik, de hát 1904-ben már a lidokaint használták, egy kémiai szerkezetét már akkor leírták és megalkották. Ugyanakkor a fájdalom kétharmada pszichés eredetű. Igen, erről beszélünk majd a későbbiekben, érdekes dolog, hiszen te másfajta módon is hozzá nyúlsz ez a témához, és másfajta módon közelíted meg az embereket, mint a kollégáid nagy része. Tehát akkor ezek, amik jelentkeznek, különböző magyarok a csújtófogbetegségek, ezek minek tudható be? Mert sokan azt írják, azt mondják, olvastam ilyen cikket is, hogy hát viszonylag trehány kategóriába tartozunk, mondjuk a fogápolás szempontjából, nem mosunk rendesen fogat, nem öblögetünk különböző szájvízzel, sőt, ugye látom tévéreklámokban, meg ugye a kedves nézők is biztos látják tévéreklámokban, hogy nagyon ajánlják például az elektromos fogkeféket, hogy ezzel még jobban megmosod a fogadat, sokkal hatékonyabb. Nyilván itt rengeteg marketing is benne van, hogy tegyük ezt rendben, mi itt az igazság? Nagyon sok tényező játszik szerepet a fogszúvasodásban. Létezik genetikai tényező. Mit öröklünk a szüleinktől? Nem csak a foganyaga, hanem hogy milyen szájflórát, baktériumflórát öröklünk a szüleinktől, hiszen bakteriális fertőzés, tehát baktériumok okozzák a fogszúvasodást. Igen. Hogyan táplálkozunk, miket eszünk, adunk-e táplálékot? Ezt a táplálékot eltávolítjuk-e? Hogyan távolítjuk el? A táplálékunkból mi szívódik fel? Milyen az emésztésünk? Hogyan rágjuk meg az ételeket? Tehát rendkívül sok oka lehet annak, hogy valakinek szúvasodik a foga. Lehetnek lelki okai. Ugye nagyon divatos manapság, hogy mindent lelki okokra vezetünk. Vissza. Így van. Tehát az ételeink, milyen minőségűek az ételeink. Ugyanakkor vannak olyan emberek, akik nem esznek jól, nem mosnak rendesen fogat, és csodálatos fogaik vannak. Van ilyen is, így van. Ugyanakkor a szüleink generáció, vagy az a generáció, aki a háború, második világháború idején volt gyerek, vagy utána volt gyerek, akkora volt a nélkülözés, a szegénység, hogy nem volt cukor. Pontosabban fejadag volt. Édesapám úgy halt meg, 75 évesen, hogy egyetlen egy lyukas foga nem volt. Ami most már elképzelhetetlen mondjuk a mai generáció számára. Egyszerűen nem volt lehetőség a baktériumoknak, hogy létrehozzák a fogszúvasodást, mert nem ettek finomított szénhidrátot, cukrokat. Ugyanakkor az egyetlen fontos tanács az lenne, hogy csak csináld, tehát hogy mossál fogad, lehetőség szerint minden evés után, aztán hogy sikerül, az egy más kérdés, de csak csinálni kell. Tehát ha jaj, most nincs kedvem, most olyan jó az íze, persze ezt is lehet, nyilván, de azért érdemes csinálni, fogat mosni. Aztán, hogy ez most kézi fogkefe, milyen márkájú, elektromos fogkefe, ezek már igazán technikai részletek, ki mit szeret, ki kell próbálni. Ezt is, azt is. Így van. Adódik a kérdés ebből, vagy ennek előzményeként, hogy milyen időközönként menjünk el a fogorvoshoz, hogyha mondjuk nincsen panasz, mert nyilván van, akkor elmegyünk feltételezhetőleg, de hogyha úgy ítéljük, hogy nincsen panasz, nincsen lyukasfogam, tök jól el vagyok, de mégis érdemes nyilván ellenőriztetni, megelőzni a bajt, ez mennyi időközönként? Az ajánlások szerint fél évente. Én azért azt gondolom, hogy azért 3 havonta érdemes megmutatni, legfeljebb egy jót beszélget az ember az orvosával, ha olyan a nexusa, a viszonya. De hogy a prevenció, megelőzés mennyire fontos, én egy rövid időt voltam Hollandiában is, és körbenéztem, és voltak állásajánlataim. Elképesztő. Ott a 14 éven aluli gyerekek 80%-ának egyáltalán nincsen tömött foga. Nem hogy lyukas, tömött foga sincsen. Pusztán azzal, hogy rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra. Beszéljünk egy érdekes dologról, ami azt gondolom legnagyobb mumus a fogorvoslás kapcsán. Beszélgettünk mi már régebben is még a Vörösmarty Rádióban, és ott mondtad például a fájdalom, az még a lexikonokban is elrentetti az embereket és összehozza a fogorvossal, mert például fájdalom, lásd, fogorvoslás vagy fogorvos. Tehát a lexikonokban is így írják, és igen. Azért is vagytok ti szó jó értelmében, ahogy mondtam a beköszönésben, pozitív értelmében mumusok az embereknek, viszont a fájdalom csillapításra léteznek modern technikák, különböző szerek, amiket alkalmaztok, viszont van egy másik fajta módja, amit alkalmazol, és mielőtt ebbe belemennénk, ugye ez nem más, mint a hipnózis, annyit elmondhatunk, hogy a kollégák, amikor te előállsz, vagy meséled nekik, hogy én ilyennel is foglalkozom, mit szoktak erre mondani? Mert nyilván megosztja ez az embereket.
A fájdalom egy rendkívül érdekes dolog. A kollégák hitetlenkednek, ugyanakkor mindannyian, tehát az összes fogorvos tapasztalt olyat, hogy ahogy a nagykönyvben meg van írva, tökéletes érzéstelenítés, a fog előtt, mögött, mellette, vezetéses érzés, idegdúc, mindent elérzéstelenített az orvos, de pusztán attól, hogy közeledik a páciens felé, már is fáj a betegnek, és érzi a fogát. Vagy csak a levegő éri, és a környező szöveteket éri, vagy az arcát éri a levegő, és már jajong, és jaj, veszékel a páciens. És tényleg a megélés a lényeg, tehát teljesen mindegy az, hogy van-e tényleges fájdalomérzet kialakulása. Mivel az agyban történik ez a fájdalomérzet kialakulás, ezért ők érzik ezt, megélik a fájdalmat. A kollégák szemöldököt vonnak jó esetben, vagy legyintenek arra, mondják, hogy azt mondják, hogy megőrült esetleg, nem? Tehát gondolom, ilyennel is nem, hát találkoztál már esetleg. Mint sokan mondják sok módszerre, hogy hát ez nem tudományos, nincs bizonyítva, igen, de nincs tudományos, bizonyíték. Azt azért mondják esetleg, mert az egyetemen nem tanítják, és ha tanítanák, akkor azt mondanák, hogy tudományos. Igen, gondolom. Igen. Hát ugyanaz a pszichológia, mint az, hogy ha leírják könyvbe, vagy ott van az interneten, akkor az emberek azt elhiszik. Igen. Vagy megjelenik a tévében, és akkor az úgy van, igen. Ami egyáltalán nem biztos, hogy ami nem igaz. Biztos, hogy úgy van, igen. Nem tudom, mondhatok egy apró történetet szintén. Érdekelne egyetemista koromban. Dolgoztam már egy rendelőben, több szék volt, több orvos, és volt egy hölgy, aki soha nem érzéstelenedett el, mindig hisztizelt, sírt, jajveszékelt, toporzékolt, és persze hát mindenki tolta tovább, és akkor mondta, itt az ifjú kolléga, a tudományos kolléga, majd ő. Hát persze nyilván nekem adták. És próbálkoztam minden, ahogy le van írva, nem. És addig-addig olvastam, placebo hatásáról is beszélgettünk, igen, a múltkor. Oda mentem a szekrényhez, kivettem a fiziológiai oldatot. Felszívtam, de már úgy, hogy előtte persze beérzést tanítottam, és amikor nem figyelt, akkor tűdbögtem bele, nem látta, egyáltalán nem érezte. Tehát bátran mertem ezt megtenni, és mondtam, hogy hölgyem, hát van egy nagyon különleges érzéstelenítőnk, ez nemrég kaptuk Amerikából, ugye ez még 21 néhány éve, ez nagyon nagy szó volt. Nagyon drága, igen. Elképesztően erős, nagyon kell vele vigyázni, nagyon kicsi, mert utána nagyon hosszan lesz zsibbadt a szája, de ez fantasztikus. Mennyi? Hát sajnos ez 1000 forint, csak ez az egy ampulla. Azonnal kifizettettem vele, főnök rögtön zsebre rakta a pénzt, mondta, hogy köszöni szépen, beadtam neki a fiziológiai oldatot, ellazult. Onnantól csak hozzám jöhetett. Tehát, hogy érdekes. Igen. Tehát a pszichés része. Na most hasonló a hipnózis is, hogy a tudat állapotát, a tudat szerkezetét változtatja meg. Gyakorlatilag a tudat alattival lehet kommunikálni. Ez egy módszer, ez nem varázslat, ez nem olyan, mint a Mária és a varázslóban, hogy most akkor az akarat átvitel lesz. Egész egyszerűen segít abban, hogy a fájdalmat másként élje meg. Tehát a fájdalom ingerület mérések alapján létrejön, csak az agy másként éli meg ezt az egészet. Ha már van egy terápiás kapcsolat, tehát ismerem a pácienst, ő is ismer engem, megbízik bennem, ez rendkívül könnyen működik. Rendszeresen csinálok töméseket, fogkőleszedéseket, hipnózis alatt. Ez néha kellemetlen is, és érdekes, vicces történetek jönnek, hogy volt, hogy az asszisztensnő is lelassult, és egy órás munka az 3 órán át tartott, de én se vettem észre, nem ilyenkor az időérzék megváltozik, hiszen persze. Tulajdonképpen én is egy transz állapotba kerülök, csak én azért lehorgonyzom magam a valóságban, de ott vagyok a pácienssel, és segítek neki. Ügyeleti problémák, nem egy hirtelen fogfájás, és nem láttam még soha a pácienst, már sokkal nehezebb téma. Ott mindig kell az érzéstelenítő is, ott inkább megnyugtatni lehet a pácienst, tehát relaxáltatni kell, hiszen ki az, aki izgulásmentesen lazán beül a fogorvosi székbe, hogy jaj, de jól érzem magam. Nagyon ritka az ilyen, én azt gondolom. Azon gondolkodom, hogy vannak-e országok, mint Magyarországon kívül, ahol lesz mondjuk még több orvos, mert azért te különleges vagy még a magyar orvosok között, vagy fogorvosok között, aki ezt alkalmazza. Tudunk olyan országra esetleg, ahol mondjuk még több fogorvos vagy orvos ezt alkalmazza mondjuk a gyógyítás kapcsán? Németországban ez nagyon gyakori, tehát ott hivatalosan elfogadott a homeopátia, hivatalosan elfogadott a hipnózis.
Érdekes például az éces osztályokon nem mindenféle vegyszerekkel, kemikáliákkal fertőtlenítenek, ott például a grapefruit magolaj kivonattal fertőtlenítenek. Hmm. Tehát ilyen szempontból náluk ez sokkal lazább. De az ember azt gondolná a német mentalitásból, hogy merevebbek, szögletesebbek, igen. Mégis ebben sokkal nyitottabbak. Ugye foglalkozó az emberi lélekkel nyilván eme témakör kapcsán. Orvosoktól mindig meg szoktam kérdezni, hogy ha adhatnál a magyar embereknek, vagy úgy mindenkinek jó tanácsot, hogy hogy éljünk egy pozitív, egy kiegyensúlyozott, egy egészséges életet, akkor mit mondanál, milyen útra valót tudnál adni az embereknek? Hát nyilván mivel mindenki abszolút különbözik egy icipicit a másiktól, az egyéni dolgokat azt csak személyesen lehet elmondani. De talán a legfontosabb, és visszatérve az írországi témára, én a gyerekeimnek kerestem iskolát, és sok iskolát végigjártam, meg gyerekeknek ott tartottam fogászati, fogmosási tanítást, felvilágosítást, hogy ott az alap, amit kisiskolás kortól tanítanak, az a kooperáció, az együttműködés. És erre tanítják a gyerekeket. Valahogy ez nálunk hiányzik. Szóval ha egyszer összefogunk, és látható az árvizeknél, a vörösiszap katasztrófánál, hát mennyi ember összefog, mi mindent lehet csinálni, mi mindent lehet létrehozni. Igen. De hogy ha ezt tanítanák az embereknek, a gyerekeknek, akkor mennyivel többre jutnánk, és mennyivel nagyobb élmény lenne az életünk, ha segítenénk egymást. És ezt nyilván nem a kormányoknak, vagy különböző kormányoknak kell elindítani, mindig csak alulról, hogy a szomszédunknak segítünk egyik a másiknak, hogy kint lenyírjuk a füvet, hogy segítünk, mit tudom én, neki egy árkotásni, egy fát ültetni. Ezzel el lehetne indítani. És hát ez ugyancsak, ez egy filozófia, hogy csak csináld. Csak csináld. Talán ez lenne a legfontosabb. Van még egy dolog, amit mondtál, nekem egy négyes, amit érdemes megfogadni, hogy ez a kacagás, kocogás, mi volt még a másik kettő? Relaxáció és segítés. Hát a segítés az úgy önkéntes, hogy anélkül, hogy várnánk bármit, dicsőséget, ellenszolgáltatást, majd később, majd biztos megadja nekünk, vagy ő is segít rajtam, tehát pusztán enélkül. Írországban például rendkívül sok a sérült gyerek, nagyon sok, hiszen sziget, belterjes, klánok vannak, egymás között házasodnak, ott ez teljesen természetes. Tehát Magyarországon az emberek tényleg idegesebbek, ott nagyobb a nyugalom. Ott olyan elképesztő szituációkba keveredtem, és a közúton senki nem dudált. Se buszsofőr, se a többi ember, mert éppen egy néni megállt az út közepén, kiszállt az autójából, a lámpánál, mögötte több kilométeres sor lett, és bebicegett a botjával a gyógyszertárba, nem a parkolóba állt meg, pedig megállhatott volna, megvette a gyógyszerét, visszajött. Egyetlen egy dudálás nem hangzott el, ez egy nagy forró, mintha... Ez elképzelhetetlen azért itt Magyarországon. Fehérváron a Berényi úton megállt, igen, volna valaki a gyógyszertár előtt. Hát mit mindenki csináltak volna vele? Meglincselik konkrétan. Hát, valaki beül az autójába, és arrébb áll, igen, vele legalább. Tehát, hogy... igen, jobb esetben. Ott nem. Vagy tolnak valakit az országúton, kerekesszékben, mert nem férnek el a járdán, mert nem akkora a járda. Nem előzgetik, nem kapkodnak, nem sietnek. Tehát, hogy ez döbbenet számomra, hogy néha túl nyugodtak is. Aztán lehet, hogy ez az északi mentalitás, és aztán, ha meg feloldják alkohol, az megint más. Igen, de, igaz, egy másik műsor témája. Igen, de hát az gyakorlatilag mindenhol a világon isznak, tehát most ezt lehet versenyezni, hogy Belgiumban isznak többet, most Skandinávban isznak, most az írek isznak, vagy a magyarok, vagy tehát mindenhol isznak az emberek. Akkor végül is ennek a beszélgetésnek a végkicsengése lehetne ez a négyes, amit mondtunk, illetve az, hogy tényleg az emberek ne féljenek a fogorvostól, talán. Hát félni lehet, az de ember óvatos, viszont meg kell találni mindenkinek azt az embert, azt az orvost, akiben megbízik, hiszen nem én gyógyítok, én csak a technikai részeket adom hozzá, mindig az orvos személyisége gyógyít. Minden szakmában, minden orvosi, minden segítő szakmában az orvos, a terapeuta személyisége gyógyít, vagy a tanároknál is, hogy van az, hogy az egyik tanárnál minden gyerek lelkesedik, és jaj, de jó, és tanul, és mindent meg akar tenni, hogy ő jól szerepeljen, a másiknál meg hát csupa rossz jegy születik. Ugyanez a történet, hogy milyen a személyisége. Köszönöm szépen. Én köszönöm. És én pedig önöknek köszönöm, hogy itt voltak velünk.